Sziasztok srácok, én Marci vagyok, és itt vagyok egy kicsit komolyabb környezetben, itt vagyok Anfield-dal is beszélgetni fogunk. Sziasztok! Komolyabb témákról, ugyanis eszünkbe jutott, hogy mi, mint videósok, igazából az ismerősünk 90%-át interneten keresztül ismertük meg. Szóval eszembe jutott, hogy lényegében mi tényleg az utóbbi több évben, mondjuk 2012-től kezdhetjük, nem? Tehát nagyjából akkor kezdtük el. Tényleg így interneten ismerkedtünk, de így ha barátnőm volt nekem, interneten keresztül történt a megismerkedés. Ha Anfield, mondjuk mit tudom én, videósokat ismertünk meg, akkor neked is gondolom. Tehát mi is egymást interneten. Tehát nem tudom, én például nem tudom elkezdeni Székesfehérváron Mászlók és Anfield. Tehát ezt így Facebookon ki... Ember, aki Székesfehérváron Mászlók, az Patrik. Igen. Tehát a Székesfehérvár Patrik, ezt most jegyezzük meg. Mint Jamaika, jöként. Az a lényeg, hogy nekem eszembe jutott ez a téma, mi lenne akkor, hogyha most kiveséznénk itt a nézőknek, hogy ténylegesen jobb-e, vagy miért jobb interneten ismerkedni, vagy a valóság. Valóság és az internet igazából mennyire folyik össze ilyenkor. Ámfél, nem tudom, tudsz egyébként egy ilyen sztorit magadról mondani, mit tudom én, hogy egy kicsit nem tudnád így kivesézni ezt a témát, hogy te például kit ismertél meg interneten, mennyire volt ez a kapcsolat olyan közvetlen, és hogy csalódtál, amikor élőben láttad, vagy amikor valakit életben ismertél meg, a szorosabb kapcsolattá tudott-e appellálódni? Szorosabb kapcsolattá tudott... Tehát a lényeg az, hogy volt-e neked ilyen személyes tapasztalatod? Interneten ismerkedésről van szó. Ja, persze. Igazából minden videósot ismertem meg. Az, hogy legjobb haverával, az nem elég az, hogy interneten megismertük egymást. Az alapvetően mindig az a legjobb haverod valahogy úgy alakul, azért még nincsen annyira a világ eltorzóval, hogy azt megismered az internet előtt, vagy a külvilágban megismered. Az internet és jó, mert igazából akivel tartom a kapcsolatot interneten, az azért tartom, mert nem ott lakik, ahol én. Mm-hmm. Hogyha ott lakna az Isti is, vagy te is, vagy bárki, érted, akivel tényleg tartom a kapcsolatot, akkor lemennénk. Igen, tehát akkor mondhatjuk... Csak ez egy ilyen pótcselekvés. Mm. Mondhatjuk azt akkor, hogy az internet az igazából olyanoknak segíthet, akik messze laknak egymástól. Ja. Tartani a kapcsolatot, ez rá segít. Meg mondjuk segít tartani a kapcsolatot olyanokkal, akikkel mondjuk már megismerkedtél előtte. Hát nekem, de nekem valakinek meg az nem jó, hogy itt laknak Pestben, és akkor nem mennek le, hanem csak mennek az életbe. Azt én nem tartom jónak, én megbecsülöm azt, hogyha párszor jövök és tudok találkozni emberekkel. Tehát te akkor előben részesíted az élő találkozást, mondjuk egy Skype-beszélgetésnél például. Mondjuk az élet érezlenek adásban ugye egy kicsit más a helyzet. Nem tudom, hogy arról mit tudsz mondani, tehát azért Podival nehéz lehet így, meg a Nosikával, hogy ők is messze laknak egymástól. Ha nem. Nátió így Budapesten, de te vagy hozzájuk képes messze laksz, tehát akkor így gondolom... Szoktunk találkozni, ha mondta egyszer így megszokott esni, mint amit vagy bőjtem, vagy bejövünk bulizni, vagy valami is. Tehát nálad például ez hogy szokott működni, tehát interneten felszabadultabban tudsz egy adott emberrel beszélni, mint élőben. Tehát például, hogyha interneten megismersz valakivel, akkor közvetlenebb vagy-e, vagy épp az, hogy egy kicsit visszahúzódó természetű, mint hogy interneten kívül mondjuk élőben találkoznál vele. Félelmetes amúgy, amikor interneten valakivel megismerkedsz, tegyük fel egy videóssal, mert általában én nem szoktam úgy sima emberekkel, vagy közemberekkel megismerkedni. Nem azért, hanem mert egyszerűen nem ismerem, tehát nem láttam tőle semmit, nem tudom milyen ember, de mondjuk egy videósnál azért videók alapján le tudod szűrni, hogy nagyjából milyen ember, és hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus, azt el tudod dönteni. Igen. Na és hogyha nekem szimpatikus valaki, és összehavarkodok vele, mint a láss, te vagy Isti. És amikor először meglátod élőben, olyan ijesztő, hogy úristen, eddig videó láttad, meg Skype-on, meg mit tudom, és most itt van, és elég ijesztő. Meg kell találni azt a pontot az internet és a valóság között, amikor nem esel át a ló túloldalára. És viszont itt jön képbe az a téma, ami elég aktuális most így nyár elején. Online Video Stars Festival, ugye ez az a közeg, ahol mi próbáljuk az internet elől, az interneten megismert arcokat élőben, valóságban kivinni. Nem tudom, hogy viszonyulsz ez az egészhez? Készülsz-e valami élő fellépéssel, esetleg valami különlegességgel a nézőidnek? Hát az majd titok. De amúgy én azt szeretem, amikor... Tehát mit tudom, látod, hogy mennyi feliratkozód van, számokat látsz YouTube-on, és egyszer csak így van egy ilyen OVS fesztivál, kimész, és ott van belőle nagyon-nagyon sok. Mm. És akkor látod meg, hogy
Egyébként tök jó velük találkozni és pár szót beszélni, és látod, Bakker, hogy milyen emberek néznek téged, meg abszolút szimpatikusak. Tehát én nagyon szeretek így találkozni nézőkkel és beszélgetni, mert tényleg tök jó is. És mondjuk azt nem tudom csinálni, hogy előadásokat csak meg ilyesmi, mégis csak egy kamera legyen itt, azt ennyi, de amúgy tényleg nagyon jó találkozni. Például én is olyan vagyok, hogy élőben lámpaláz, tehát ugyanazok, mint például egy átlag embernél, viszont itt kamera előtt ezek teljesen elmúlnak. Tehát azt mondhatjuk lényegében, hogy egy videósnak például sokkal jobban számít az élő visszajelzés, mint hogyha valaki egy videó alá kommentelni, jó vagy. És akkor itt hát vissza... Az az igazi visszajelzés. Igen. Most kis Jóska is beírhatja ötször, hogy jó lett a videó, érted, hogy ott van előtted, mint ember, és látod az arcán, hogy tényleg azt mondja, hogy jó videó lett, nem egy smiley nyom a YouTube-on, azért az egy tök jó dolog. Igazából felszínesen, de érintettük szerintem ezt a témát, így végszónak OVS-hez hozzákapcsolva, Patrik, most így összességében tudnál nekik összesíteni, hogy neked akkor mik így a személyes tapasztalatod szerinted mondjuk egy ilyen OVS szintű rendezvény miben tudja ezt az egész dolgot mondjuk javítani, vagy miben tudja egy kicsit átláthatóbbá tenni egy néző számára és ezt az interneten való ismerkedést, a belünk kapcsolatos dolgokat? Én megint csak azt tudom mondani, hogy ott vagyunk test és test, tehát van egy ilyen idézőjeles kapcsolat, ami nem az, hogy nézed a videókat, hanem ott vagyunk mindketten, és tudunk pár szót beszélni, és szerintem ez sokkal jobb, meg sokkal többet ad hozzá a dologhoz, mint hogy megnézel 20 videómat. Igen, lényegében én is csak annyit tudok mondani, hogy interneten nagyon-nagyon csalfa tud lenni, néha igen, ezt a szót használtam. Tehát néha csalfa tud és álszent lenni egy-egy ismerkedés, tehát vannak veszélye ennek a dolognak. Tehát amikor például megismersz valakit is élőben, eléggé nagy csalódás is lehet az, amit látsz. Ennyi lett volna, srácok, ez a videó, szerintem felszínesen érintettük a témát. Köszönjük szépen a figyelmet, pisztácia, sziasztok! Ha szeretnétek még ilyen videókat, vagy szeretnétek még más témákról, akkor írjátok kommentben, lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, és szeretnétek még komment fajta videókat, én Marci voltam. Pisztácia, sziasztok! Sziasztok, srácok!